Hello mindenkinek, Reject vagyok, ez az. Folytassuk a Gothic 3-at, és már azt tudom, hogy hol jártam. Pedig másfél napja jártam itt egyébként. Na mindegy. Orrakok? Hé! Szépen egyenként, jó? Csak így egyenként, hogy az előzőre csináltuk. Na mindegy, amilyen vérfürdő van, meg amilyen mészállás itt kell rendezni, hogyha ki akarjuk írtani az orkokat. Eléggé fájdalmas. Na nekünk nem is az orkoknak biztos. Jó. Jó. Gyere! Ez csak egy felderítő. Az képzel is. Hogy megállott egyszer. Latat, és megáll. Viccesen mondjuk rotánk a képébe is még képes megállni. Jó. Kirútolva majd minden. Jaj te! Jaj ne, ez egy szamszeri az. Problémás, problémás. Gyere, megyek kicsit. Lüss. Nem talált el. Lőd ez még kicsit azt a falat, létszi. Hú, beszorultam. Ez tök jó volt. Beszorultam, miközben ütöttem. Ork szemszeri, az is mennyi szuszon ezeknél? Ezeket tök jó szépen összek nekem a falat, már ingyen szemszeri össze, még itt van. Ó, ne, kettő jön! Ah, csak ne jöjjön le itt ork, récsi! Vagy csak egyen? Mert hallottam egyet messzebbről is egyébként, de... Na mindegy, nekem ez így is jó. Hát jó. Akkor nagyon szemű. Ő jött az előbb szintén. Gyere! Beszorult. Ezért nem jött ő. Na, végre megvan. Hát ők ezt nem itt valami művészet lenne ezeket megölni. Két ütés. Ekkora erővel ez már két ütéssel simán megvan. Nincs ott még egy őr? Itt nincs. De itt van egy. Yeah! Szépen egyedül, jó? Na, itt is jó sok ork van. És ott egy bakhely. Ide beszorul az összes. Na. Gyere. Na. Így. Itt van egyébként az utolsó... Mik is voltak ezek? Fővezérek. Az utolsó fővezér az itt állás az ikben. És ez egy elitor? Ja, ez egy elitor, nekik vannak ilyen tök jó válvédőik. Stop right there, Mora. Elég harcos. Jó. Oh, és level up! Basszus! 25 pont, amit annyira sok nem, de amennyit mészároltunk, egy level up azért vártam egy tőt. Vagy nem akarok húsit sütni, vagy ha van... Nem, csak hogy nyers húsim van. Nyers húsit azt egyre meghagyom, mert nem tudom, hogy... Úgy emlékszem, hogy a várba is kell vinni húst, de hogy nyerset vagy sültet, az egy nagyon jó kérdés. Ez az, egyenként. Csak egyenként, jó? Sőt, itt igazából jó is. Oké, ezt nagyon rosszul csináltam. Jó. Az hova repült az a kar? Már megint 5 km képes elrepülni a kar. Nem szabad közel harcolni, mert ugye benn már vár minket egy mágus meg egy... vezér. Jó, de körülök, hogy te ilyen nagyon aktív vagy, de inkább fogjuk. Nem akarok fölösleges harcot hívni, amiért halál lenne. Na. Itt van még egy láda, amit kellenének még fegyverkötegek. Azt hiszem 3 darab fegyverkötegre van szükségem. Hogy pedig van egy malomkő. Ó, az én kicsi malomkövem. Plusz 5 erő. 270-es erő. Tök jó, ahogy haladunk itt végig a városba, egyre erősebbek leszünk, egyre nagyobb a sebzünk. Ez tök buli. Látsz engem? Téged akarnak, te ott, nézd rám! Azt is, ez nehéz lesz, itt inkább mentek egyet. Azt mondja, ide! Egyébként, ugye a Markuszt azt nem szedtem össze megint. Mert nagyon bajos lesz volna végigmészáron, amit mindent. Csit felderítve. Egy? Csak egy jön? Oh my god, kettő jön. Oké. Még ott is van egy? Nem csak egy kristalancs. Oké, beszorultam. Hurrá. Azt hiszem, mennyire jönnek? Az egyébként ott. Oké, megvan az 5 darab ork hazőtér. De azért még harcolda itt harcos, pedig már volt az összes vezére. Jó! Úgy egészen fornán vagyok, egész eddig tök jó harcokat vittam. Igen, kettő malacserje, hát esélyt a legjobb mennyiségű loot, ami ennél volt. Na mindegy. De itt volt egy fegyver. Hol a fegyver? Itt támaszkodott a falnak, nem? Vagy eldőlt, vagy valami? Nem, visszaugrott a hullájához, oké. Bírom ezt a logikát, jól van. Itt egyébként, ja, itt már igazából mindent írtottunk. Még talán egy mágussal találkozunk, de ennyi. Nincs több fegyverkötek? Ó, egy erős fémláda. Annál lövedékelni védelem, meg csont az idézés, az jó lenne, hogyha mágus lennénk, de mindegy. Ó, kettő fegyvertetek, meg az emeleten is szerintem fogok találni. Most van nálam 30 darab osztorot. Azt hittem, hogy valami 15 darab van nálam, de szerintem nagyon sokat szedtünk itt össze. Na van, hát akkor azzal a küldetéssel nem lesz bajunk egyébként, hogy a fegyverköteleket gyűjtjük össze. Mágus vagy valami? Semmi? Tök jó. Na, hogy igen, ennyi volt a nagy küldetés, hogy gyűjtsük ki az 5 nagy vezért itt. Milyen a Vengárban belül? Szóval ennyi. Ez egyébként nehéz küldetés, de mégsem nehéz. Mert oké, nagy mennyiségűen nem félek el megküzdeni, de ha észre csináljuk, akkor na, viszonylag könnyen meg tudjuk oldani. Még egyszer még végig vannak a városon, mielőtt még beszaladnék a tényleges városba. Ha mondjuk itt kifele nem néztem ki, még nem itt sok dolog lenne, még itt van egy láda, egy rozsdás kard. Ezeket a ládákat kihúzolom, mert
jól tudnak jönni. Arra nem is beszélve, hogy azért, ha egyszer már kiirtottuk az orcsokat, akkor úgymond megérdemeltük azt, hogy ezeket itt összeszedjük. Na és itt kint ellenfél már nincs. Általában legalábbis. Általánosságban beszélek, mert oké, egy-kettő maximum, de nagyon a belső gyűrűre koncentráltam a külsőre. Úgyhogy most szaladok egy követ itt. Hát utálok még pár érdekes ládát. Meg itt két nem lenne valami érdekesség. Itt van. Jó, víz. Ez tök jó. Meg itt valami... Nem, itt abszolút semmi nincs. Jól van. De és egyébként, ha már egyszer erre járok, szerintem... Vagy ha már még ezt a közletést nem vettem fel, akkor ezt egyelőre hagyom. Mert egy lovag egyébként eltűnt, és őt meg tudjuk találni. Csak egyelőre úgy vagyok vele, hogy majd elfogadom a küldetés, és utána visszakocogok. Úgyis csak igazából kb. Két perc az a kirándulási idő, amit igénybe vesz az. Ezt kidútoltam, amit van egy kult. Ezt is kidútoltam. Még egyszer végignézek mindent, mert nem tudom, hogy mit felejtettem el. Ezt a magamkövet tuti felemeltem, mert nagyon szembetűnő. Jó, itt is minden meg lett. Oda is benéztem. Még igazából... What? Ez tök jó, hogy van egy kis móló. Vagy nem tudom, minek nevezzem ezt. Itt lenne szerintem értelmes dolgot nem találunk. Csak ez azért van itt, hogy ha esetleg beleesnénk a vízbe, valahol legyen feljönnünk, nem kelljen teleportkövet használni. Még igazából az is logikus döntés lenne, hogy csak azért lenne a teleportkő, hogy vissza tudjunk jutni. Na, mindegy. Hopp, ez mi volt? Ó, az egyik egyhatos nem lootoltam ki. Big mistake. Jó, semmi. Hopp, itt is itt hagytam egy ládát. Sehol semmi nincs erre tovább. Erre miért tudok bejönni? Na, mindegy. Szedja. Hopp, ezt például kihagytam, itt volt egy fegyverkötek, még egy láda itt bezárva. Ami nem van kettő, simai, ura. Jó, akkor még egy kis utat, őt már szétszettem, úgymond. Ide már benéztem, erre emlékszem. Milyen körömsétét, hogy nem láttam semmit. Még ide egyszer benézek, hát ha valamit kihagytam, bár kétlem itt. Itt még azt hiszem, valamennyi fény még volt, és nem volt bajom azzal, hogy megtaláljak minden. De miért raktak semmi lootot? Ez olyan jó hely lett volna, ami rejtett nagy ládának. Na de mindegy. Itt jártam egy ládát, basszus, pont itt a bejáratnál. Hát ez jó. Könyves polcot szerintem azt már ugye megnéztem. Egy fémláda. Megéri egyébként akár két-háromszor is ellenőrizni mindent, mert tudja, hogy pár dolgot elfejtettetek, na talán malomkövet, vagy valamit. Ők azt a malomkövet ott szerintem nem felejtettem el, de azért... Azért próbáltalok neki. Nem, ezt megejtettem már. Ők azért nem semmi ennyit felemelni, basszus. Egy tipel adnak egy úton. Ilyen fés dropok. Ott van egy láda. Amit már kinyitottam. De jó. Na és ami a kupolán kívül... Oh my god. Oh my god, ne csapkodjál, jó? Kupol az fájdalmas lehet, hogyha megüt, úgyhogy inkább kihagyom. Nem vagyok maga is, de. Mi azt jelenti? És már vitte életerőnket? Basszus, nem is vettem észre, hogy ment az életerő lefele. De csak egy kicsikét megvibrált. Jújj. Még annól, mikor a Gothic 1-ben a kupolához közel mentünk, ilyen különleges aurát kaptunk, és elkezdett szinte lángolni a karakterünk. Tehát a NAS például, ott van egy rejtett láda. De az még nem itt akkor az életerőnket. Amikor bejöttünk egy bizonyos távolságon belőle, akkor volt az, hogy belénk csapott egyet, és arrébb dobott minket. Azt inkább előbb elfogadtam egyébként, mint ezt a fajta életerőveszteséget. Folyton valami olyan? Itt eléggé ki van bővülve a kupola. Vagy erre lenne a kifele út? Vagy... Hát erre nem igazáltuk semmi érdekeset. Nem megy. Lehet itt is azért, hogy ott leesnénk valahol. Azért van itt is egy feljárat. Amúgy arra fönn van valami érdekesség? Hát egy nem igazán, nem mindegy. Azért megnézem, mert kíváncsi arra, hogyha egy állatkát be tudnánk csalogatni a kupolába, akkor az sebződne, mert ez elvileg semmit nem enged se, kisebe. Ennek a kupának az a funkciója. Ide már benéztem. Vagy nem? Nem, ez nem is erős. Ez itt innen indultunk, oké. Okay. Már tudom, hogy hol vagyok. Oké, okay, itt is volt egy láb, viszont itt nem emlékszek valami kőre. Pedig szerintem egy kis kéne ennyit lennie. Ura. Hát mindegy, végignéztem mindent igazából, amit lehetett szerintem. Itt még van egy láda, amit már kilutoltam. Hullák azok mindenütt jelen vannak, amerre jártunk. Még szegény lázadóknak is a hullái, akik megpróbáltak felvenni a harcot az orkokra, pedig jobban jártak, hogy bezárkóznak, de mindegy. Szia, George! Gyere velem! Come with me. All right. Jó, itt most végigkísérem a Vanguardi templomhoz. Templomhoz? Ez a templom. Na mindegy. Szóval, Vanguardnak a nagyvárába elkísérem George-ot. Ha már egyszer idáig visszamásztam azért, hogy ellenőrizzem a dolgokat, akkor nagyon jövök vele, hogy nem hiába fogok visszamászni még egyszer. Oké, láda. Nincs itt valahol egy malomkő? Hát de itt van egy. Ezt olyan felemeltem? Azt hiszem igen, de nem vagy benne biztos. Ja, felemeltem már. Jó, akkor... még egyel kevesebb. Amúgy egy erejünk, ez a legrövidebb út egyébként. Alapul, hogyha nem akarjátok kiírni az orkokat, akkor ezt az utonat kell bejárni, ami most fogok jönni. Még én hivatalosan arra fölszaladok. Vagyis én úgy szoktam csinálni eredetileg, hogy erre fölkocogok. És ott felugrálok arra most hídon. Mert az mennyivel egyszerűbb, mint még egyszer végigszaladni mindenen. Itt benéztem? Vagy itt? Jaj, itt van még egy fegyverkötek.
Jó van, akkor az összes orkot kiirtottuk igazából. Mert egyébként a második útvonal, amiben mehettek, az arra, hogy lejöttök. Jesus Christ, George, gyere repülött. Gyere! Itt végszaladtok még több ork között. Mert miért ne? És akkor még itt még tovább, az összes lehető ork hadvezér sátra előtt el kell szaladnotok ahhoz, hogy beérjetek rendesen a várba, normál esetben. Szóval, hogyha egyedül vagytok, akkor simán rosszidon felülállhattok. És sokkal egyszerűbb is az. I'm sure you have something else. Leave me alone. Szóval itt a trapszolga. Őr. Szia, Kobrin. Damn good thing you're here. Okay. I heard that a man with a lot of promise arrived from outside. Looking at you, I must say they didn't exaggerate. I hope the situation out there isn't as hopeless as they all claim. Confound it. Jól van. I must see the king. Yes, absolutely. He'll be happy to see the daredevil who made his way here from outside. Oh, go up to the castle. He'll be expecting you. Oh, és szerinted én nem ismerem már a királyt régről. You're the commander in chief here? Vajon kidobott engem be a büntető kolóniába az első részben? Jó van. I brought you the paladin, George. Crikey. So there are really some warriors left out there. We'll take care of them as soon as we secure this part of town. Useful gold for useful news. Here, take it. Jó van, öt ork parancsnok. The five commanders are dead. Damn it. I knew you'd stir things up here, but oh my, oh my. Hát azért bedesszek vagyunk, ezt meg kell adni. I've ever met, and I have met plenty. Glorious gold for a glorious victory. Igazából nem is a legjobb harcosok vagyunk, hanem a legravaszabbak, inkább úgy írnám le a karakterünket. It is damn well much worse than it looks. We're simply taking too many losses. Even a tough man like me is beginning to have his doubts. Miben segíthetek? How can I help you? Last night we had a skirmish with those damned orcs from the eastern part of town. Those brutes drove us apart. One of my men didn't make it back. His name is Thordir. Aha, most kaptuk meg a küldetést, és Thordirt hozzuk vissza. If you want to help us, go find him and bring him back in one piece. Okay. But? Jó. Meg tud minket tanítani, nagy fegyverekkel bánni, meg ugye erőt természetesen. George, kik vannak itt? Egy felszólított rabszolga meg... itt van egy... Well, egy ábe. Isn't the problem solver. Come over here, scumbag. Let me see what a no good hero looks like. Na jó, nem leszek offenzív. I've come to help you. I can't wait to see how you're going to solve our supply problem. Jó, miben segíthetek? How can I help you? We're cut off from the outside world, man. We're starving. We need at least 30 loaves of bread. Anyway, we're all going to keel over from starvation if we don't get some meat between our teeth. We need some 30 chunks of roasted meat. Csak 30. I see. Jó. Is that all you've got to tell me? Aha. Jó. Here you are. 30 loaves of bread. Well, I'll be. Brought us bread? Thanks. Here's something that will be of good use to you in the world out there. Jó. Öt mana. I might want to reconsider my opinion of you, huh? Jó, tessék, itt van 30. Sőt, kús. Unbelievable. You're starting to impress me. Bringing us meat, just like that? Nyugi, több is van nálam. Jó. Can I trade with you? Perhaps I misjudged you. Hát valószínűleg. Jó, nézzük. Van a számszeri vesző, kovács kalapács. Hát igazából annyira hasznos dolgok nincsenek nála, de valakinek úgyis el kell adnunk a dolgainkat. Mink van, lovagi kardunk. Ja, az Markusé volt ez akkor. Szegény Markus. Ő elmurdált fél úton. Na, nem mindegy. Egyébként Markus az annyi szerepe lenne még, hogy amikor a tűserleget összegyűjtjük, neki lehet adni az egyik tűserleget. Ami annyit jelent, hogy olyan 2000 XP körülbelül annyi veszteségünk van, hogy ő meghalt. Nem a világ vége, én azt mondom. Rubin penge... annyira nem érdekes fegyver, van jobb is. Ork gyilkoló, ezt megtartom, mert ugye szuvenír. Kopotok gyilkoló, tök jó. A legerősebb ilyemet azt még mindig megtartom. Tompai robbanói, mehetsz a fenébe. Jó, egy nagy rakás nyilvesszőt is eladok szerintem, olyan 300 darabot meghagyok inkább. Jó, még 17-et, jó? Jó. Így, akkor...
Mérgezett nyílveszők, penges szamszeri veszők. Meg nagy rakás ork szamszeri. Tök jó. Ó, igazából ezeknél csak erősebb számszerijaink vannak, meg... Úristen, mennyi fegyverünk van! Azt a rohadt életbe! Nagyon sok orkot öltünk meg! Hát igazából... Harci volt, meg halabárd... Ja, ki is posztjuk teljesen szegény srácot. De mindegy, valamiből kell bevétel, és ez az elsődleges bevételforrásunk egyébként a Gothic 3-ba, hogyha nem észlelünk egy nagy rakás orkot, és eladjuk az utcaikat. Ez is valami végül is. Erre hátul van még valaki? Valami? Egy felszólított rabszolga. Milyen sok. Na, akkor viszont szaladjunk be a kastélyba, én azt mondom. Már így is van 40-es hírnevünk. Sziasztok, srácok! WhatsApp? Felszólított rabszolga, egy női lázadó. Kik vannak don't még? Bother me. Oh, Vandorn? Vandorn? Okay. Since the orcs have besieged us, the quality of my goods hasn't improved, but maybe you'll still find something you like. Okay, mire van szükséged? Is there anything you need? Are you joking? We're out of pretty much everything here. Ő adja egyébként azokat a küldetéseket, amik eléggé nehézkesek. What I need the most is tools, kalapácsok, fűrészek. Just everything. Our city was leveled. If we want to rebuild it, we need all kinds of things. Okay. I'll get you the tools. All right. We need 10 hammers, then we need 5 saws. Csakod. And last but not least, we need around 20 daggers. Hey, don't look at me like that. I didn't start the war. I will see what I can do. Jó van. És egyébként tudunk tőle venni 2 kalapácsot, meg 2 sárkányt. Köszönjük szépen. Fuck logic. Más fékezés kard az egyébként erős lenne alapon, de... Ennyie, ügyeljük vele, hogy annyira nem eszenciális. Mivel van már ugye jobb is. Ennyi lenne. Érték kiegyenlítés. Azt nem csapassuk. Most van nálam mennyi... kalapács. Vagy az a... 7 darab kalapácsom van. Fűrészből meg konkrétan egy sem. Ez a kulcs az egyébként, ez... Ja, ez még a Geldenben volt, azt hiszem az az ajta, amit mi tudtunk nyitni ezzel. Na mindegy. Azt mondja... 9 darab tűselegünk van egyébként. De amúgy... Egybe kell adni neki a 20 darab fegyverköteget, meg a fűrészeket, meg a kalapácsokat, meg úgy minden. Mert az úgy konkrét. Ó, egy kereskedő. Ó, nem számítottam rá, hogy lesznek csak új random kereskedők is. Akinél van egy kovács kalapács, ez fontos. jól van. Csákány... Ó, csákány is van nála. Köszönjük szépen. Jó, értek kiegyenlítést. Na, mostantól gyűjtöm a csákányokat, fűrészeket, meg a... kovács kalapácsokat. Mondjuk azokból már sok nem kell. Még 2 igazából. Sziasztok. Itt benn valaki. Hát igazából senki, hogy elnézem. Itt felszólított rabszolga, őr, még több felszólított rabszolga. És végignézek mindent, hát ha találok valami érdekességet. Jó, Keldron. Someone from the outside. We had all but given up hope. Welcome. Let me show you my weapons. Jól van. Is there anything you need for your smithy? We need weapons. The paladins are constantly fighting the orcs in town. I can barely keep up with repairs. If I had 20 bundles of aha, ja, ő adja a fegyverköteges küldetést. Jó van. Can you teach me how to be a smith? My skills aren't all that great. Certainly not my skills as a teacher. You will find the true masters and teachers of the Igen. Tényleg ott egyébként nagyon jó kovások vannak. Lovagi páncélhoz még nincs elég hírnevünk a fenébe. Még azért ez a zsoldos számszerű, az nagyon éppen rossz dolog. Ó, tűzköpeny. Azért az ritka, hogy tűzköpenyt lehet kapni, nem? Vagy nem? Nem tudom, eddig nem vettem észre, hogy valamelyik árulna. There are still many weapons in the besieged areas of town. The orcs are storing many weapons of human origin there that they collected, but cannot use for themselves. They are guarding the weapons so that we humans cannot wield them against orcs again. Jól van, tessék. Here are your 20 bundles of weapons. Thanks.
Lázadok közötti hírnév plusz egy. Ez az első legfontosabb dolog egyébként. Lázadok közötti hírnevünket, ha itt fel tudjuk tornázni 60-ra, Nordmárban már megeljük a helyünket. Igazából. Rapszolgák. Hogyha pedig nem, akkor max felszabadítunk egy várost. Vagy valami. Hogyha pedig 59-re megy pont föl a hírnevem, akkor viszont a monterás küldetést megoldom, ami ad még egyet. Sziasztok! Lova! Kik vannak még itt? Tűzmágus! Tűzmágussal tudunk üzletelni úgy automatikusan? Hát ez tök jó! És ez mennyibe kerül? 5600? Nyee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 e
annyira valahogy nem vagyok most elresztezsével, úgyhogy lehet ezt most kihagyom. Mert annyira égető szükségem nincsen potionökre. Mert van husim. Hey, szia Robár! What's up? De nem veled akarok most beszélni, egy reteget később lehagylak. Hanem... itt fönn az emeleten van egy küldetésünk, amit már elfogadtunk konkrétan. Hova? Itt van ez. És Vanguard. Vidd el Markus tűsellegét a tűzmágusok vezetőjéhez. És itt van fönn a tűzmágusoknak a vezetője. Név szerint Charypto. There you are at last. I am Charypto, the highest fire mage in the realm. Let us not waste any valuable time. We need to talk, Redeemer. Mit szeretnél tőlem? What do you want with me? The rune magic, as we mages knew it, no longer exists. Zardas has done a thorough job. His betrayal of the Order of Fire is unforgivable. We must explore the ancient knowledge and find out how we can work magic again without the aid of our runes. And you must help the paladins find another way to use their magic. Jó van, mit tettek a lovagokért? What should I do for the paladins? My brethren in the monastery in Nordmar are working on a plan. They want to restore magic to the paladins using so-called fire chalices. I'm sorry, I don't know much more about it. I've been secluded here for too long. There are 12 chalices distributed throughout the land. Find them and take them to Nordmar, Redeemer. Jól van. Ja, igen. The paladin Marcus has been trying for days to bring you a fire chalice. Marcus is a loyal soul. Ó, plusz egy hírnév. Ó. Not particularly brave. Az adók közötti hírnévre gondolok. But completely reliable. Jól van. Where is Zardas now? You know we've been cut off from the outside world, Redeemer. If anyone can find out his whereabouts, it is you. Jól van, mesélj. Tell me more about the barrier surrounding the city. One must never use a barrier spell frivolously. But nevertheless, when the orcs attacked this city, we had no other choice. The qualities of such a powerful spell are very unstable and unpredictable. Just think of the barrier, Valley of Mines, and Corinis. What a disaster. You can say that again. When are you going to remove the barrier? Vajon honnan jöttünk? Csak nem az a kupola alól. And are no longer a threat to us. Enos alone knows when that will be. Jól van, hogy ahogyhatom el. What's the best way to leave this town again? Over there, on the alchemist's bench. I keep a teleportation stone that will take you safely out of town. És a másik itt az asztalon, ez hova visz? I haven't entrusted it to anyone, or used it myself, because I knew you would come, Redeemer. Jó, mindegy. Tell me more about the ancient knowledge. The artifact... Jó, az nem érdekel engem. Tűzmagosok leghatalmasabb tudása az valahogy nyeee. Lovagi páncél tőle is tudunk venni, de még egy kis hírnév szükséges. Na, itt van egyébként egy teleportkő. Meg itt is van egy teleportkő, csak nem tudom, mi az istennek van kettő. Szóval összeszedem mindkettőt és megnézem, hogy ezek mire jók. Talán egyikre se haragudnak meg. Remélem legalábbis. Ja, nem. Keep calm. Jó, egy teleportkő, két teleportkő. És nézzük, hogy mi értelme volt mindkettőt fölvenni. Azt mondja, Vanguard templomába, Relisbe, Vörösdogba. Közvetlenül második Robárhoz, és a másik az Gotába. Egy második gotai teleport innen, hogy senki nem tudja hova vezet.
Jó, ez visz a kupolán kívülre. Aha, most már értem. Mert volt egy teleportkövünk, ami konkrétan a kupolán kívülre vitt, tehát pontosan az útvonalra, ami kivisz Vanguardból. Ó, ide még benézek ebbe a raktárba, hát talp valamit. De igazából ládákon kívül szintén más nem igazán. Itt fegyverkötegnek örülnék, de valószínűleg nem fogok találni. Még ide felszaladok ennek a tetejére, át a valami, de hogy elnézem, semmi. Na mindegy. Akkor, tudjátok mit? Úgyis van egy teleportkövem közvetlen robárhoz, hát akkor használom. Hol van? Na itt van. Közvetlenül második robár trónjához. Because I can, jó? Megteltem. Na második vagy robár. El van süllyedve mindkét lábad. Na mindegy. It was your orders that put me behind the barrier in the first place. And thus you could find out who you truly are. It was you who defeated the Sleeper and the Dragons of Corinus. De minden tudsz? My guards merely gave you a push in the right direction. Why Redeemer? Enos himself spoke to me. He said that a ship would bring our salvation. I sent the Esmeralda, and she brought you. What needs to be done? No doubt you have already accomplished great deeds, but if we want to win this war, you will have to accomplish even more. Hát, much more. Okay. I charge you with an important mission. What really? Sort of mission? The orcs have only won this war because they have allied themselves with Zardas. He has used his dark power and rendered our holy runes ineffective. Now he has ordered excavations in the desert. He is looking for something. I want you to seek out Zardas. Find out what his plans are. I see. Tehát nem okvetlenül akarja, hogy megöljük Zardas. I'm sure you've still got things to do. Ez jó. Őr, küzdmágus, még több őr. Nincs valami értelmes őr is, akivel tudunk beszélni? Na mindegy. Kapu őr. Leave me alone. Oké. Kereskedő, ez csak egy kereskedő, ha jó. Lázadó, Keldron, ezt meg akarom venni, mondjuk nem lenne elég aranyom rá, szóval tök mindegy. Hogy komolyan egy ilyen lovagi páncél olyan iszonyatosan sokba kerül, hogy ez elképzelhetetlen. 171 ezer. Állóképesség, varázserő, életerő, ez már valahogy nem. Valahogy nem. Még 25 darab elosztható pontom van. Wow, milyen tóvajképzettségek vannak itt. A gyógyitalok főzését már megtanultam. Oké. Erről nem tudtam. 270-es erőnk van egyébként, ami nagyon jó. A regenerálódás az 300-as erőt igényel. Egy lovag. Aha, további sebzést okozunk, itt mesteri kardforgató, erő és ősi tudás 50 szükséges ehhez. Ez mondjuk jó cucc, ezt majd meg kéne tanulni, csak a ősi tudásunk az béka segge alatt van, 20-as. Júj. Pedig ez jó, jó kis skill egyébként. Mindegy, van még egy küldetésünk, azt még hamar leszaladok és megcsinálom. És ha elfelelkeztetek volna róla, hogy melyik az a küldetés, a Trolldir? Vagy mi az Isten a neve? Na mindegy, szóval egy lovag ugye leszakadta az emberkéitől. Ezt már fölemeltem, de azt még egyszer megcsekkolom. Hát, ha mégsem. Na, ugye elnézem. Jó, ezt nem hagytam ki. Eléggé sok malomkő van, és nem tudja az ember, hogy mikor hagyott ki valamit. Ide benéztem. Jó. Itt fönn van egyébként a Trolldir? Azt hiszem ez volt a neve. Mert itt még kifosztom a dolgokat, mert erre nagyon nem jártam. Szóval, itt is még van egy láda, hogy miért ne lenne. Hol vagy, jó ember? Ciao. Ó, két fegyverköteg. Nyugi van, jó? Még kifosztom ezeket a ládákat, csak mentek egyet, mert nincs kedvem leütni szegényt, ha esetleg megharagudna rám. De nem haragszik. Ő jó ember. Ezeket még kiültem, és úgyse az övé itt semmi. Jogi! Na, gyere ide! Na. They've missed you in the castle. Charming. Stop babbling, get me out of here.
Jó. Come on, move it. I'll take you back to the castle. Are you sure we'll survive? Simán. All right. I don't have a choice. Follow me. De most miért nem ész elől? Nem értem. Na mindegy. Ő az, aki kételkedik abban, hogy túlék, akkor miért ő megy elől? Na, mindegy. Jó van. Igazából örülök neki, hogy nem nekem kellett visszavezényelnem, mert itt ezen a lépcsőzeten lekísérni, lehúzni konkrétan. Szóval eléggé borzalmas lehet. Na de viszont még hamar visszaérünk, ilyen bajunk nincs. Vár meg egy kicsit? Megsütöm a húsimat. Nincs szükség igazából nyers húsra ezek szerint. 30 darab sült húsra volt csak. Na, így is van még 151 darab sült húsink, ami igazából az életünk. Sült hús az élet. If it weren't for you, I would have died up there. Here, okay. Take these healing potions as thanks for my rescue, stranger. Jól van, akkor jelentünk még itt a vezetőnek, hogy visszahoztuk Thordir. I have found the paladin Thordir. That wretched idiot. Thordir got back to the castle safe and sound. Good gold for good work. Here, take it, you devil, you. Ez nagyon bír minket ez a srác. Na, viszont ez jó. Jó jönnek a kapcsolatok igazából. Na, de viszont már csak egy küldetésünk van ebbe a városba igazából. Ja, ugye George-ot kísértük végig a templomból. Egy darab Thordirra nem tudunk beszélni semmit. Ennyire volt jelentős karakter egyébként. Csak ez a küldetés miatt beszorultam. Nem árt. Jó. Jó, kiszorultam. Ez az. Jó van, akkor... nem ez a srác, a benti srác adott nekünk egy küldetést. Viszont szerintem kiteleportálok Gothába és ellenőrzöm, hogy mi a helyzet ott. Mert miért ne? De egyébként így is már... ugye Vanguardot így ki is pipáltuk, a következő célpontunk az Faring lesz. Gothai teleport. A kupolán kívüli orkokat is meg fogom majd ölni idővel. A másért nem is a lootér, amit kapunk belőle. You have brought us victory. See you later. Sziasztok, srácok. Take care of yourself. Imádom a soundtrackjét a Gothiknak. Hey, szia Gord. Semmi érdekesség. Igazából Faringba magunkra hozhatnánk a Gornt is. Jó, csákány, ez is jöhet. Jó, és az összes kereskedőt egyébként össze fogom szedni, és mindent kilúdolok. Majd mindenkitől megveszem a szükséges dolgokat. Hol van az a lázadó, aki elsősorban felel mindenért? Itt bent talán? Nem itt bent. Akkor itt bent? Nem, így sincs, ezt már mondjuk meg is néztem. Hol van a csávó, aki itt felelne mindenért? Vagy még mindig nem ért ide? Vagy... what? Azt hittem már valami újdonság itt van. De hogy elnézzem, hát itt igazából... túl sok dolgunk nem igazán van. Lázadó... ó, egy kovács! Kovácsra is tudunk venni egy-két dolgot. Mint például pengés szemszerű veszük, és a szemszerű kovács kalapács, csákány. Viszont egyébként az a fura, hogy... mi a nevét? Fűrészt azt sehol nem tudunk venni. Kicsit gáz. Itt hátul... itt van egy goblin bogyó hátul. Itt teljesen elfeledkeztem. Még szerintem legutóbb se találtam meg. Csak gondoltam benézek, mert az ilyen nagyon hátsó szegletekbe elő szoktak fordulni ilyen dolgok. Hát azt kirútoltam még annó. És akkor olyan, hol van az a srác, akit megbíztunk ezzel az egésszel? Vagy ő csak intézte ezt? Mert úgy mondtam itt, hogyha ide jönne. Na mindegy. Igazából nekem ez annyira nem fáj. Ugye beszéltünk is vele. Vagy lehet, hogy bebagolt és még mindig ott állunk karában. Ki tudja. Ez volt a drabszolga. Lázadó. Még több felszólított abszolút, szóval van egy kovács, akivel nem beszéltem. Mondjuk, mennyi kovács kalapácsom van? 10. Abból már nem kell több. Csákányból van 8. Csákányból kéne ugye 20 darab, igazából. Tengés szemszerű, csákány. Kalapácsból már elég van.
Még lehet egyet veszek, hogy legyen egy fölöslegesem. És ennyi. Szép alasan elfogy egyébként az aranyunk. Mondjuk amennyi varázslatunk van, igazából ezek le is adhatnánk. Terekinézés például abszolút nem kell, állatokidézés szintén nem, megszerítés nem, alvás kell igazából egyedül, jégtárda lövedék nem, csoporthipnózis nem, kis tudnám kasztani szerintem. Százas mana igénye, betegség átadása nem igazán, amnézia az kellhet, villámcsapás nem, rettegés haszontalan, köt nem, csontvázidézés nem, lélekutazás. Ez érdekesen hangzik, ezt majd kipróbálom. Villámidézés, mik vannak még itt? Fény, fényt azt megtartom, hogyha szükség lesz rá. Betegség gyógyítását azt megtartom, mert jól jöhet. Méreg gyógyítását is. Sima gyógyítás, mások gyógyítása, fölösleges. Lángulókard idézés az bedesz, de nincs rá szükségünk. Tűzlabda nem, gonosz előzése, túl sok mana. Tűzhullám. Wow, nem is tudom eladni mindet. Az igen. Na mindegy, ha nem tudjuk eladni mindet, akkor mindössze egy pár darabot visszanyomunk. Jó, egy kis plusz arany nem árt ezekből. Hogy mi? De azt hittem már neve van a kovásnak, hogy pillanatra abban a hitben voltam. És amúgy a lázadók azok valahogy úgy be tudnak ide lopakodni, hogyha itt vannak orkok, nem veszik észre őket. Vicces. Egyébként, én kiirtottam az orkokat, mert igazából sok funkciójuk nem volt. Mondjuk még egyszer Okorába visszamegyek, még ott is ellenőrzöm a dolgokat, hogy minden oké-e. De egyébként Gotából fogunk majd tovább indulni. Hova? Ez valahogy nem ora lett. Meg nem orába is szerintem egy-két dolgot tudunk venni, úgyhogy... inkább a mondó vagyok, hogy... ide benézek. Finley. Nem akarjuk befoglalni itt elészt. Na, viszont tőle tudunk venni valamit, ami számszerű vesző. Penges számszerű vesző, meg csákány. Tökéletes, meg 5 darab kovács kalapács. Ó, rohagy meg. Ide miért nem jöttem előbb? Na mindegy, máshogy gyógyítása nem lángolok, vagy nem tűzlabda, gonosz előzés, tűzhullám, minden mehet a fenébe. 97 ezerünk van, ami nem kevés pénz, és még kell 70 ezer a lovagi páncélhoz. Nyam nyam. Honnan a fenébe fogok irányít összeszedni? A lángoló nyilvesszők, azok se érnek annyit. A mérgezett nyilvesszőket is szerintem... Vagy lángoló meg mérgezett nyilvesszőket, azokat eladom. Nincs nagyon szükségem rájuk. Majdnem 100 ezeren van, Jesus Christ. Meg egy pár darab fekete robárt megtartok. 76 darab fákja, annyira nincs szükségem, abba is adok még néhányat. 20 darabot, vagy inkább 30-ot megtartok. Kanalak nem kellene. Nyers acélból 20 darabot megtartok, hát esetleg szükségem van rá. Pipa, fölösleges, vasércet meg vasérc rögöket még megtartom. Ásóra ezek szerint nincs szükség. Úgyhogy azt is eladom. A mágikus értöntményeket megtartom, mert ki tudja. Jó van, és most van kereken 100 ezerünk. Wow! Azok után, hogy 100 ezeret sikerült eltapsolnom azzal, hogy megvettem ezt a páncélt, ami most rajtam van, meg hogy... ugye megvettem az ősi erekjét. Oké? Okay. Azok után összeszedni még 100 ezeret azért az, hogy nem semmi. Not bad, not bad. Randall... mit tudok nyitani vadászatról? Orkvadász, hatalmas vadász, meg sima vadász. Nyeee, semmi érdekes. Nyuszik, meg egy varán, oké. Okay. Mindegy. Ezek a szörnyek. Jó, forra lehet mászni ezektől. Egyébként... Okara. Hol van Okara? Az előbb sikerült nem orrába mennem Okara helyett. De legalább itt is egy pár dolgot összeszedtünk, elsősorban is csákányokat. Sziasztok, srácok! Itt egyébként ugye van egy kovácsunk, aki jól jöhet. Kent. Semmit nem tudunk csinálni. Menég. Gyere ide, mutasd a fegyvereidet. Azt mondja, számszerű vesszük, úgy elsősorban is, zsoldos, nyug, érdekel, csákány jöhet, fűrész, nincs nála, egész véletlenül. Azt is, neki mindene van, csak az nem, ami kéne egyébként. Tipikus. Igazából ennyi. Ennyire van csak szükségünk. Nyé, kár érte. Mondjuk,
Azt a rohadt mennyit érnek a lovagi pajzsok? Van nálam három. Ha, azt a rohadt, ezek nagyon durván sokat érnek. Júj. Max életenergiás amuletteket azokat szerintem eladom. Mondjuk egyet még megtartok. A gondó vagyok. Max manás gyűl, nem lövedékelni, állok képzőséges, nem. Azért a fegyvervédelmi gyűrűt azt megtartom, ki tudja. Ők egyébként egy pár dolgot simán eladhatnék. Már mondjuk itt van 208 darab gyógyító gyökér. Amiért 208 aranyat? Oké. Oké, teljesen jó. Mindegy, egyre inkább megtartom őket. De mondjuk egy darab ilyen lovagi pajzsot megtartok. De igazából ennyi. Meriktől ennyit tudtunk menni. Még ez is valami fűrészt basszus sehol nem lehet találni. Kár érte. Ó, mondjuk itt van egy fenőkő, a pengés számszerű veszélyemet hamar gyorsan kihegyezem még. Jöhetnek. Wenzel! Tényleg Wenzelnek visszaadjuk a kardját, az még az plusz hírnevet lázadók között. Ugye most már van olyan kardunk, ugye, ami jobb, mint Wenzelé. Úgyhogy azzal már szenvednünk nem kell. Keep your chin up! Még mindig kent vagy? Jó, mindegy, leszaladok Rolandhoz. Vagyis, hogy nem konkrétan hozzá, mert itt a tüskés bunkosbot. Mik vannak még itt? Rozsdás csatabár, víz, ez mi volt? Rozsdás kör. Itt minden rozsdás? Itt egyébként egy mágus valahol... Á, itt van a Rakusz. Jól van. Mutasd, mit van. Semmit? Tök jó. Pont az a semmi keret, ami nálad volt. Ja. Hóvaj, kulcs. Hóven? We're keeping an eye on things. Oké. Okay. Lázadom, mindegy Rolandhoz benézek. Benéznék, ha nem rossz fele jönnék egyébként. De mi a hajlamos vagyok én eltévedni, esetet képzelni. Jó van, Roland, gyere. Beszéltem a király. I have spoken to the king. You actually did it? Very good, my friend. Tell me, how can we best serve Robar? It would be best if you remain entrenched here at Okara for now. Very well. We will wait for the king. Here, your reward for the good news. 2000 arany. Oh my god, ez jó. Jó cucc. Én nem árult sárkányt. Forget it. You'll only get that once you've earned it. Kár érte. De mindegy, igazából a hírnevem egyébként most mennyi? Talán 50? 58-as hírnevem van. Akkor irány Wenzel. Vörös, nem vörös dok, ugye vagyok, borusfok. Borusfok, igen. Wenzel már ott vár minket tárkarokkal valószínűleg. Sziasztok. Wenzel. Hát a fenében van Wenzel. Lázadó. Itt van benne a Wenzel? Vagy... Na, ez csak egy sima lázadó. Wenzel az hova a fenébe tűnt? Hát? Komolyan gőzöm is, hogy most hol van. Mert jó van, hivatalosan itt kéne várnia minket. De akkor jól van. Akkor jól van, akkor. Hol ne várjon minket. Szeru. Hova lehet, mit tud nekünk tanítani még? Zsebmetszés. Hagyjuk. Az van. Az egyetlen egy lovagi páncélos az Wenzel. Tessék itt. I have your sword. Really? Plusz egy hírnév lázadok között. Thank you, friend. Let me reward your 59-es hírnév. Azaz egy hírnév kérem, mondjuk az baj, hogy egyszerűen nincs nálunk annyi arany, hogy meg tudjuk venni egyébként, ugye a... mi a nevét? Mit eszembe? A lovagi páncélt. Még kéne 60 ezer valahonnan. Szóval valószínűleg föl fogok szabadítani egy várost. Egyrészt a hírnév miatt, másrészt pedig a... ugye, mert kell arany. Szóval, akkor a következő részben szerintem egyébként... Sildent fogunk felszabadítani. Úgy vagyok vele, mert ugye itt van Gota, vagy inkább így nézem. Itt van Sildan, Okara, Gota, hogyha ez azért állazóknak eléggé erős kis szövetséget adna ott, meg ugye a part már lázadó ki.
Ami ugye most már Vanguard is, úgyhogy szépen lassan itt jókora lázadó tömeg lesz Mirtanában. És ha még egy város befoglalok, akkor még ugye az nem lesz meghatározó, tehát nem fognak nekem esni az orkok. A harmadik után tekintenek ellenségnek minket az orkok egyébként. Szóval még egy város belefér. És szerintem az a város az Sealed-en lesz. Na, arra kell majd vigyáznom, hogy ne halljon meg a jó emberünk. Végén, az egyszer Sealed-enbe aktuális küldetése között mennyi van? Inok, titokban segít, Kvadér, szabad is fel Sealed-ent, az orkokta, Umbrak, hadvezér, Anagot, Nefariel, itt az orkok szájtfányát. Ja, itt igazából nagy részük ugye orkok oldalán való küldetéseket írja. Mondjuk mennyi csákányom van? 12-t szedtem össze eddig. Még Sealed-elve leteleportálok akkor. Ennek a résznek a végére. A Sealed-eni teleport. Megvan. És akkor a következő részben lemészároljuk Sealed-ent, szerintem. Addig is esetleg kérdésetek lenne, hogy egyéb tippetek a játékkal kapcsolatban, akkor írjatok le arra egy kommentet, vagy YouTube-ba egy levelet, hogy az e-mail levelet, a leírásban találhattok. Neked miért van fűrészed amúgy? Ez szemétség. Leave me alone! Leave me alone! Hol volt a csávó? Itt van az a csávó, aki... Ja, itt van. Nála kéne lennie szerintem fűrésznek, de nincs. Oké, mindegy. Itt meg... Oh, egy fűrész! Még egy fűrész, örölj. Ez két fűrész az ötből. Oh my god! Jók vagyunk. Csak a fele tudja, hogy hol lehet még ilyeneket találni. Hemi... Ja, igen. Ezeket nem adtam le. Thank Enos. Then we don't have to do that anymore. Thanks a lot, stranger. Here is a bit of gold for your work. Ó, ez jó. I'm gonna take a break. Jó, jön a kis pluszarany. Tudom, én végigszaladok még egyszer, mielőtt beszakítanám ezt a részt. Hát ott állok még valamit. I'm sure you have something else to do. Orgzsoldos, nyeh. Igazából ez az egyetlen egy hely, amit el tudok képzelni, hogy sok fűrész rejtőzik itt. Még itt se éppen túl sok, de talán az 5 darabot ezt tudnánk itt szedni. Ide már benéztem. Na mindegy. Valahol még csak egy pár darab, 3 darab fűrész kéne egyébként. És már örülnék magamnak. Leave me alone. Stan. Ha basszus, a rabszolgáknál még körülnézek. Ugye van egy rabszolgatábor, ami konkrétan fát fűrészsel naposzakat, hogy náluk csak van basszus. Te is, miért fűrészelsz? Jó, tök jó, örülök neki meg minden, de why? Zapotek, nem, neki nem akarok jelenteni. Miért nincs itt egy fűrész sem? Itt kéne lenni a leginkább. Még komolyan csak, hogy a földön lenne egy pár darab. Na, annyira örülnék. De ami nincs, az nem van ezek szerint. Mi? Valamiért kaptam 100 XP-t. What? Miért kaptam 100 XP-t a semmiből? Most senkivel sem vagyok szövetségben, hogy jöjjön nekem valamit, vagy... Vagy what? What? Most összezavarodtam. Láttatok azt a 100 XP-t, amit kaptam? Oké, okay, nem mindegy. Szóval akkor... Következő részben összeszedem azt a 3 darab rész dolgot. Amúgy ez... Majd utána nézek, hogy az ad-e... hírnevet, mert hogyha egy hírnevet össze tudok szedni azzal, hogy pár fűrészt még veszek, akkor nem fogom persze felszabadítani Sealed-ent egyelőre. I'm sure you have something else to do. Really? Mondjuk még ide a... Kadokhoz benézek, hát a nála van. De fengés szomszögöző, szomszögöző, csákány. Fűrészt senki nem árul, összességében erre sikerült rájönnöm. Mondjuk mennyi számszerű veszőn van? 182 pengés. És sima?
Ja, itt van, 1000. Ó, az nagyon sok basszus. Iszonyatosan sok számszerű veszőm van. Jó, van ennyi, már lesz normálba. Drak? Szia. Nincs fűrészed? Nem felkeresik a legfelsőbb ork hadvezért, és megnézzük, hogy van-e fűrésze. Az lenne még az igazi. Na de akkor a következő rész is. Sziasztok!